Hello, hello, fiúk, lányok, üdvözöllek titeket a Nexusban, és ma bemutatom nektek Liorikot, a Skeleton Kinget, aki a legeslegújabb diablós hős a játékban. Közben megpróbáljuk elcsípni itt a goblint egy körre, ne menekülj, kopasz. Na, úgyhogy ma Liorikot szeretném nektek megmutatni, és a pálya pedig a Sky Temple, aminek különösen örülök, lévén, hogy végre megint egy hát relatíve újabb pályát tudok nektek megmutatni. A másik dolog, hogy ez a pálya nagyon jól illeszkedik Liorik-nak így a csapatban betöltött szerepéhez és funkcióihoz. Na de erre majd mindjárt kitérek. Na, az első talentum az a Reanimation lesz, ami lényegében annyit csinál, hogy ha felszedek egy életvisszatöltő gömböt, egy gyógyító gömböt, akkor az egy passzív HP regenerációt biztosít mindvégig a mérkőzés során, ami stackelődik ráadásul, úgyhogy a végén egy nagyon durva kis... Hoppá, itt is egy Liorik. Húzzunk innen. Jó. Hát itt majdnem meghaltam. Na nem baj, akkor szerintem keresek egy másik... Megyek délre minionozni. Na, hát akkor beszéljünk arról, hogy ki is Liorik, mi célt szolgál ő a csapatban. Liorik a Diablo egyik ikonikus fő ellenfele, akivel kétszer volt szerencsénk megküzdeni, ugye a legelső Diablóban, illetve a harmadik részben egyaránt. Hát ő itt a Diablo 3-as dizájnú Liorik, és hát elég hányattatott sorsa van ennek a királynak. Ugye ő Tristram királya volt, akit szép lassan megőrültett Diablo áldásos aknamunkája, majd utána az egész családja és minden ellen fordult, és aztán a vége az lett az egésznek, hogy a saját alattvalói ölték meg az őrült királyt, aki utána a sírban sem nyugodott békésen, hanem feltámadt és elkezdte kísérteni az embereket és ölni is őket. Na úgyhogy ő Liorik a Skeleton King, és hát itt a Nexusban ő egy tankolósabb karakterre sikeredett, aki elsősorban a közelharcban jeleskedik, egy nem kicsikének nevezhető hatalmas nagy buzogánnyal kínálja meg az ellenfeleit. És hát őszintén szóval nekem attól függetlenül, hogy én elsősorban a mágusokat preferálom, de ez a karakter valamiért nagyon bejön. Na nézzük a képességeit. Az első képességünk a Q-gombbal a Skeletal Swing. Na hát ez az, amikor megkínáljuk az ellenfelünket a buzogánnyal, közben én megyek itt éjszakra segíteni itt a csapatomnak legyakni itt ezt az obeliszket, vagy legalábbis az ellenőrzésünk alatt tartani. Remélem még ma ideérek. Na jó, ezeket megkínáljuk. Na, amit látjátok, tehát ez egy igen nagy területet befedő ilyen buzogánycsapás, úgyhogy ez elsősorban szerintem a minionok ellen, tehát a kisebb lények ellen nagyon hatékony, tehát hogy egy nagyon kicsit kell csak koncentrálni arra, hogy jól pozícionáljuk, és utána az egész kompániát letaroljuk vele, és a későbbi szinteken ez csak egyre rosszabb lesz már, mint az ő szemszögükből, ugyanis hát eléggé durván le tudjuk őket ütni. Lényegében az egész branch egyetlen egy suhintás, vagy még talán annyi se, és hogyha később kitalenteljük, még lesz lehetőség arra, hogy egymás után kétszer suhintsunk a szekercénkkel, úgyhogy nagyon durván lehet vele írtani a creepet. Na, mindjárt meg is mutatom. Na, az ott eldobta az életvisszatöltő gömböcöt, úgyhogy ezt fel is szedjük. Már van egyébként 7,5 passzív HP regenerációnk, ami így ezeken a kis szinteken hát így már eléggé sokat ér. És most már 9. Úgyhogy a játék első szakaszában én Liorikkal általában így a minionokat szoktam leírtani. A következő képességünk az az előbb látható Drain Hope, ahol így elszívjuk minden reményét az ellenfeleinknek, és lényegében ez egy életerő lopás minden szempontból, tehát ők vesztenek életerőt, mi meg feltankoljuk magunkba, ez is egy ilyen tankosabb képesség. A harmadik képességünk a Wraith Walk, vagy szellemséta, ezzel kilépünk a testünkből, és hát így gyors szellemként mehetünk egy rövid ideig bármerre, és utána pedig azon a ponton, ahol a szellemünk van, ott kilépünk, és ott oda teleportál a testünk gyorsan. Hát ez a képesség egyszerre lehet offenzív és defenzív is egyaránt. Opa! Na, menjünk csak ide, ezért a gömbért. Na hát, és ez pedig az a képességünk, ami talán a legérdekesebb Lioriknál, és a legfontosabb talán, ez pedig nem más, mint az Undying.
És pedig, ha meghalunk, akkor így szellemformában ott maradunk a csatamezőn, és tovább tudjuk írtani az ellenfeleinket, illetve hát írtani nem is, de ártani nekik. Ilyenkor a képességeink picit megváltoznak, a buzogány suhintás az csak lassítja mindazokat, akiket elér, a Drain Hope pedig... innen. Pedig úgy módosul, hogy továbbra is szível HP-t, de viszont ez nem sebzi az ellenfelünket, viszont a mi HP-nkat tölti tovább, szóval hamarabb tudunk visszatérni az élők sorába. És miért mondom, hogy visszatérni? Mert ott, ahol Na, megint meghaltam. Tehát ott, ahol feltöltődik a HP-nk, ott térünk vissza az életbe egyből. És ezért mondom, hogy nagyon sokat segít így a HP mana generáció így ennél a karakternél. Na, ezt itt leütjük szépen. Közben itt megpróbálom elszedni a lelküket. De nem menekülsz le, Orik! Áj, kicsit túl számítottam magam. Jó, az csak meg lett. Gyerünk innen el. Jó, azért elhajtottam onnan a népet. Gyerünk, kapjátok el. Áj, a fenébe. Csak legyaktak. De a csapatom az hová ment? Jaina itt hagyott? Itt hagyott. Á, fenébe. Ráadásul a másik csapat is legyakta a mi tornyainkat. Na, és látjátok, itt értünk vissza az élők sorába, szóval Leoric ezt tudja, és mindjárt jön a 10-es szinten a végső hősi képességünk, úgyhogy azt is meg fogom tudni mutatni nektek. Na, közben a másik Leoric már szintén aktivizálta a saját hősi képességét, ez pedig az Entomb, egy ilyen kis kriptát nyit meg a földből, amivel bezárja az ellenfeleit. És hát összezárja saját magával, ami hát nem kell mondanom, hogy nem tesz túl jót az Arcbőrnek. Aj, és leöltek. Na igen, tehát az a probléma ezzel a szellemsétával, hogy sajnos olyankor a testünk ott marad még, úgyhogy arra érdemes figyelni, hogy időben teleportáljunk el, vagy hát ne bízzunk el, ne bízzuk el magunkat a képességeinkkel. Na, én pedig akkor a másik hősi képességet demonstrálnám nektek, ez pedig a March of the Black... Mi? March of the Black King? Amivel hát elkezdünk a Diablóból már ismeretes ilyen suhintásokkal előre vonulni, és közben mindent legyakunk, ami az utunkba kerül. És egy picit gyógyulunk is. Na, ott is egy Entomb. Na, a kripta lebomlott végre. Dobunk egy kis reményt a Witch Doktortól, és megjött a másik csapat Leoricja, akitől szintén... Ja, ő lopja a mi lelkünket, elnézést. Én pedig innen elhúzom a csíkot, hátra picit. Na, menjünk föl minionozni. Ja nem menjünk föl minionozni. Na, Leoric, hát szerény véleményem szerint elsősorban így a creep írtásába jeleskedik, tehát ez nekem így nagyon megy, legalábbis. És nézzétek, tehát egy suhintásra majdnem mind meghaltak, és később még egy ilyen sebző aurával, még egy suhintással tényleg pillanatok alatt meghal az egész kompánia. A másik dolog még a különféle zónáknak így az ellenőrzésünk alatt tartása. Ugyanis hát hiába halunk meg, továbbra is ott kísértünk még szellemként. És hát mondanom sem kell, hogy azért számít. Még ha kicsit is, akkor is számít. Úgyhogy az olyan pályákon, mint például ez is, és ezért mondtam, hogy örülök ennek a pályának. Nagyon sokat jelent az, most végigvonulok az egész csapaton. És csak én halok meg. A csapatom az így nem csinál semmit. Ide jött mindenki. Úgyhogy így a zónáknak az ellenőrzés alatt való tartása az nagyon sokat segít. Próbálok kicsit HP-t szívni itt a Demon Hunter-től, hogy hamarabb visszatérjek az élők soraiba. Elkaplak. Valakit elkapok akkor is. Nem, én haltam meg.
Jó, hát próbálok egy kicsit a csapatommal maradni akkor, mert itt nincs más megoldás. Na, akkor jöhet most a sebző aura. Picit talán hamarabb visszatérek az élő soraiba, közben lassítom itt az egész bagást. Na, kukucs. Ajjaj, elinnen. Na, a tankot elkapom egy körre. Közben itt van ez a nagy dög. Na gyertek. Keresztül masírozom rajtatok. Jó, a tank halott. Még egy paladint is ölünk mindjárt. És itt a Witch Doctor. Na, gyertek már, csapat, hol vagytok? Jó, a Witch Doctor is elhullott, a maszkját is eldobta. Jó, a paladin is elbúcsúzott. Na, megjött a másik csapat, Leorikja. Nagyon jó. De nem volt túl hosszú illető. Na, akkor most egy nagyon jó előrenyomulást kérnénk szépen itt ezekre a tornyokra. És látjátok, eszméletlenül nagy hatósugara van ennek a buzogánynak. Jó, az egy kicsit hátrébb megyek, legalább egy kis healt azért kapok. Egy paladin azért csak van mögöttem. Kösz. Azért kaptam egy jó healt, hála égnek. Jó, ketten ezt elintézzük. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Lőjétek le! Nem, elkapom, elkapom, elkapom! Jó, itt vagyunk. Na, menjünk csak fel, éjszakra. Közben itt lövik a tornyainkat. Na, lóra föl, irány éjszak, az északi obeliszk. Ha még marad belőle valami. Na, és akkor most jön a dupla suhintásos talent. Menjünk végig itt az egész bagázson. Egy suhintás, két suhintás, kész volt, nincs tanktól, HP-t lopok. Köszöntöm szépen, ezt a nagy dögöt meg itt leamortizáljuk. Töltődik az obeliszk, és a nagy lövést az ellenfelünk tornyai kapják, halleluja. Szedjük fel a bogyót, szedjük fel a bogyót. Ez a Wraith Walk képesség egyébként nem csak védekezésre jó nagyon, de támadásra is, szóval így utolérni az a menekülő ellenfeleket, majdnem, hogy ideális. Na, ott volt egy torony. Így bezártak. Jó, kis HP-t Leoriktól. Közben én elfogytam manával. És ahogy nézem, HP-vel is. Ajjaj. A csapatunk visszavonulót kell, hogy fújjon. Ja, hogy Jaina próbál erre finoman utalni így a cseten. Spammeli a visszavonulót. Na, még egy kis HP-t. Na, egyébként ott a bal alsó sarokban látjátok, ott írja, hogy hány másodpercet csaltunk le a halálból. Tehát a maximális idő, amíg halottak lennénk, ennyivel volt kevesebb most ebben a felállásban. Jó, ott gyűjtik a zsoldosokat. Üldözzük csak azt a tankot. Nagyon, nagyon spurizik a tank. Ojjaj, itt nem fogok. Itt egyedül nem fogok vagánykodni. Viszont ezeket leírtam. Kis HP sose árt. Na, még 8 másodperc. Jó, a tankot azt le. Végig vonulok rajta. Na, és a tank eltűzött. Én meg itt maradtam a Witch Doctornak a kutyájával. Na, kérném a reményét, az utolsó reménysugarát is elszívtam a Witch Doctornak. Hopp, ott volt egy tank.
Na, és mire megjelenedettek a szobrok, addigra már itt mindenki meghalt a piros csapatból. Így kell ezt csinálni. Egy súnytás, két súnytás. Dőlnek a szobrok. Na, nekem meg már van 46,5 passzív HP regeneráció másodpercenként, azért az nem rossz. Na és végül az utolsó talent, hogy a March of the Black King az így menet közben ezt a Drain Hope-ot is rárakja az ellenfelekre, szóval HP visszatöltés az lesz dögivel, miközben vonulunk végig az ellenfél sorain. Hello! Puff, volt nincs offenzíva. És látjátok, azért így ezzel a minion írtással nem kevés XP-t is szerzünk a csapatunknak, tehát már csak ezért is nagyon megéri ez a talent. Legalábbis nekem nagyon tetszik. Kukucs! Na jó, végigvonulunk. Jó, hát... ez most hülyeség volt a részemről, de ezt nem bírtam most ott hagyni. Hát de volt egy healerük mondjuk, az igen, az azért sokat számít. De nem baj, hát gyorsan visszajövök a halálból. Na menjünk csak szépen. Na úgy tűnik, hogy itt a boss mellett gyülekezik a csoport. Ne menj annyira gyorsan, Uther! Paladinok gyöngye. Ezt összeszedem? Összeszedem? Ez az! Az, hogy még szellemként is fel tudjuk szedni ezeket a bogyókat. Egy súnyítás, két súnyítás. Repentance! Jesszus! Jó, hát azért ketten együtt legyilkoltak, sajnos. De nem baj, addig legalább a csapatom sem tétlenkedett és hozott egy tonna zsoldost, plusz a fő ellenfelet is. Aki megindult gőzerővel a főépületjük után. Na, elszívjuk itt az utolsó utolsó cseppig kiszipolyozom az eszenciáját ennek a tangnak. Szia! Jó, ez jó lesz. Ezt felszedjük. Na, ideje lenne feltámadni. Na hát ezen a szinten már egy percig tart a halál, de látjátok, nekem ebből sikerült 25 másodpercet lecsalnom, szóval mondhatjuk effektívnek. Kész. Agyon csaptam a főépületjüket. Na hát fiúk, lányok, ez volt Liorik a Skeleton King, szerintem egy nagyon jól sikerült hős, nekem legalábbis személy szerint bejön, és nem sokára még érkezik a Monk, aki biztos, és utána ki tudja, hogy lesz-e még további Diablós hős. Választék az van, érzésem szerint, mert elég gazdag a Diablo univerzuma is így karakterekből, de aztán ez majd a Blizzardon múlik, hogy kit rak be és kit nem. Köszönöm szépen a figyelmet, Csonti voltam, sziasztok!